Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban, pedig itt van már Dúl Szabolcs, a Telex szakmai igazgatója, és Gergely Márton, a hvg.hu felelős szerkesztő, ezelőtt Nagy Mártonnak tituláltam. Jó estét kívánok. A híradós beköszönbe, szervusztok. Szerintem a miniszter úr is beül. És vele fogsz beszélgetni. Szerintem szívesen vitatkoznál azért vele, nem? No, nem nyilvános esemény köccse, kezdjük ezzel, úgyhogy leginkább ugye a kiszivárgott információkból, meg abból, amit elmondtak a résztvevők, lehet összerakni, hogy miről is beszélt Orbán Viktor. Szabiti, azt írjátok, vagy írtatok ti is arról, hogy 34-ig tervezi a saját kormányzását. Milyen információitok vannak? Még most ne én mondjam el, hogy miről írtatok, miről beszélt a miniszterelnök. Hát ugye az első érdekesség ezzel a köcsei piknikkel kapcsolatban, hogy másnap vagy harmadnap a kormány közeli sajtóban, például a Magyar Nemzetben nem jelent meg tételesen az, hogy mi hangzott ott el, holott azért megszokhattuk korábbi években, hogy miután ott is ülnek, láttuk beballagni a kormány médiának nem egy jeles képviselőjét, talán megírják a saját lapjukban, hogy mi hangzott el, és ugye a köcsei beszédek azért fontosak, mert zárt ajtók mögött azért Orbán Viktor el szokott olyat mondani a saját táborának, amely hosszú évekre kijelöli a stratégiáját, például itt említette először annak idején a centrális erőtér koncepcióját, most pedig, hát ami ugye kiszivárgott, vagy eljutott hozzánk, arról beszélt, hogy egész pontosan ő mennyi időre tervezi a saját hatalomban maradását, és ugye ezt most épp ezt a 2034-es dátumot jelölte meg. Ami érdekes, mert akkor azt jelenti, hogy Orbán Viktor is belátja, hogy 4 évet elvesztettünk a korona idején, pedig ugye annak idején az volt a kommunikáció, hogy kanyarban előzzünk, akkor ezek szerint ez nem sikerült, ezt hát a 4 évet elvesztette. Jól kezelték, jól jöttünk, ilyen mondta. Igen, de hát akkor jelenleg ezt fölülírta a miniszterelnök úr ebből a 4 éves tervvel, illetve hát arról beszélt, hogy a kiegyezéskori Magyarországnak a sikereit akarja visszahozni, de talán azt kihagyta, bár nem voltam én se ott, hogy ugye a kiegyezés nem véletlenül nem a... Tehát hogy kellett egy kiegyezés egy nyugati erővel ahhoz, hogy utána a fejlődés alapjai meglegyenek. A fejlődés alapjai annak idején nem egyedül Magyarországról érkeztek, hanem abból érkeztek, hogy azt a kilátástalan helyzetet, amiben a 48-as forradalom után Magyarország került, ezt az osztrák féllel együtt rendezték, ha úgy tetszik, megállapodtak az európai féllel, és megteremtették annak a lehetőségét, hogy fejlődés legyen, de ahogy azt értem, a miniszterelnök úr ezt a részét kihagyta a beszédben. Hát már nem erre gondolt valószínűleg. Na, egyébként a dátumra, bocsánat, Szabi, mindjárt visszaadom a szót, visszatérve, hogy 34-et mondott most a miniszterelnök, de itt a saját személyre gondolt, mert korábban megmondott már 2060-at is, ugyanitt Köcsén, a Fidesz generációját, ugye azt ki kell ezt az új generációt nevelni, még 60-ig biztosítja a kormányzást, tehát maga a kormányzás az egyáltalán 2034-ig szólna. Ugye azért nem a semmiből pottyant ide közénk ez a dátum. Ugye a nyári tusványosi beszédében azt mondta a miniszterelnök, hogy már szeretne jövőre a 2040-es évekig tartó terveiről beszélni. Utána a Transit Fesztiválon, ahol volt egy ilyen nyilvános beszélgetés, ott pedig elmondta, hogy megvannak a tervei, de ehhez még kell 10 év, hogy valóra váltsa. Itt az az érdekes, hogy általában az eddigi szokásjog szerint a miniszterelnök így a választások előtt 1,5-2 évvel tette nyilvánvalóvá azt, hogy bizony indul a következő választáson. Most már, ha jól számoljuk, akkor jelezte, hogy még a 2030-as választásokon is el fog indulni, tehát az biztos, hogy előrébb jár. Hát 71 éves lesz, ha minden igaz, amikor annak a ciklusnak is vége van. Egyébként azért is lehetett kevésbé érdekes, hogy miről beszél Orbán Viktor Köcsén zárt ajtók mögött, mert mintha minden megszólalása most már ezek a váteszi megszólalások lettek volna. Tehát az ATV összefoglaló Jancsuha Ildikó azt írta, hogy beszélt erről, amiről a tranziton is, beszélt erről, amiről már a tranziton is, te is mondod, hogy beszélt arról, amiről már Tusnádon is, tehát hogy vissza-vissza hozza ugyanazokat a dolgokat. Korábban azért volt érdekes, hogy mi a
négy fal közti víziója és meglátása, mert foglalkozott olyan dolgokkal, hogy hogyan kéne tételesen az inflációval elbánni, vagy tételesen hogyan kéne a költségvetésnek a szigorát megtalálni. Emlékszünk azokra a dolgokra, amikor pontokba szedve még ő jelentett be gazdasági intézkedéseket, és volt lényege, meg értelme annak, hogy aztán utána valami víziót mondta, de most már én az elmúlt időkben csak és kizárólag ilyen víziós beszédeket hallottam. Itt is voltak pontok, hogy ez a 15 pont, de ezek sem konkrétumok, hanem sokkal inkább víziók, majd mindjárt egy-kettőt azért megnézünk. De arról is beszélt állítólag, hogy bár az elmúlt időszakban csökkent a kormány népszerűsége, de nem annyira, mint máshol Nyugat-Európában, szerinte azért, mert a választók nem csak gazdasági, hanem politikai és ideológiai szempontokat is mérlegelnek. Egyrészt szerintetek valóban így van. A magyar választó az mérlegelne politikai és ideológiai szempontokat, vagy pusztán gazdasági. Ebben még a politológusok véleménye is megszokott egyébként osztani, mert van, aki azt mondja, hogy hát a magyar ember az a pénztárcája szerint szavaz, de mintha most egy picit ez megdőlni látszana. Hát itt ugye arra céloz, hogy van egy ilyen politikai közhely, hogy általában, hogyha nő a gazdaság, meg rendben vannak munkahelyek, meg az infláció, akkor olyan nagy veszélyben nincsenek a kormányok, mert mégiscsak a nap végén a pénztárcája alapján szavaznak az állampolgárok. Ugye itt most azt láttuk, hogy azért az elmúlt hónapokban rég nem látott gazdasági visszaesés Magyarországon, olyan inflációs csúcs van, hogy mindent meghalad, és ehhez képest a Fidesz népszerűségét picit koptatta, de nagyon nem rángatta meg, ha ma rendeznék. Tudjuk, a belső mérések állítólag azért most már a teljes népesség körében erőteljesen 30 alá mérik. Hát nem, az, hogy beszélt róla egyáltalán, tehát az már... Úgy érezte, jelzi, hogy kezelnie most kell a problémát. De ugyanúgy megnyernék a választást, hogyha most vasárnap. De valószínűleg tényleg az van, hogy kellett valamit mondani arra, amit látnak számokban, hogy nyugi van, nyugi van. Tehát azért a táborban érezhető lehet valószínűleg valami fajta olyan kérdőjelek. Azt hangsúlyozva, hogy nem voltak az embereket érintő megszorítások. Most aki bemegy a boltba, jó az infláció, nem egy megszorítás, de hát mégiscsak európai rekorder, meg mondjuk lehet, hogy a voltkatások nem ezt mondanák. Hát meg ugye a 27%-os áfán keresztül az is egy megszorítás, hiszen jócskán keres az állam azon az infláció. Na és van ez a 15 pont. Demográfiai fordulat elérése. Egy picit itt időzünk. Tehát 22-ben soha nem született még annyira kevés gyerek Magyarországon, mint 22-ben. Idén sem jó a helyzet, tehát nem ugye javulás nincs, hanem romlik az adat fordulatról meg, hát nem, tehát nagyon messze van ez a fordulat. Mit gondoltok erről az egy ponton? Persze több is van itt van előttem, de ez egy elég érdekes pont. Hát ugye ezt a 15 pontot majd feltehetőleg, hogyha a nyilvános kommunikációban is elterjed, akkor részletesebben is meg fogjuk ismerni, lehet, hogy ezt is majd egy csepeli iskolában éppen ki fogják egyszer táblázni. Ugye itt a demográfia, az is egy régi vágya a miniszterelnöknek, hogy minél inkább ugye emelkedjen, és erről is beszélt egyébként a nyáron, tehát hogy ő is önmagát ismétli, hogy mi is ismételhetjük, hogy túlsványosan, hogy elmondta, hogy egyszerűen növelni kell a gyerek számot, mert ugye itt tud megmaradni a magyarság. Itt nem halljuk az újabb részkedéseket, ezt majd nyilván meg fogjuk. Ha jól értem, akkor vegyes, ugye van egyetlen egy szám, amiből kapaszkodhatnak, tehát az egy nőre jutó gyerek számban, tehát a termelékenységi adatban enyhe javulás volt, tehát 1,5 fölé ment, 1,5 alatti számról. Ugye 2,1-et kéne elérni, ami borzalmasan messze van, tizedeseket tudnak talán előrelépni. A nagyobb probléma az, hogy ugye mekkora az a generáció, amelyiket éri jelenleg a különböző ösztönző. Azt lehet látni, hogy azok, akik az ösztönzés hatására gyerekvállalásban, tehát akiket lehetett erre ösztönözni, azok az elmúlt években ezeket a gyerekeket vállalták, tehát volt egy megugrás a dologban, úgy tűnt, hogy elindul fölfele, de valójában annyi volt, hogy mondjuk az 5 évre tervezett magyar gyerekek 2 év alatt megszülettek, vagy ugyanezek a házasságok is egy szűkebb periódus alatt lementek, de miután nincsen több
ugye szélesebb ez a generáció, ezért most az adatok romlanak, mert előrehozott gyerekek voltak, akik most nyilván nem születnek meg, mert erőltetett gyorsaságban hozták, kellett őket megszülni a csok miatt. A csokot meg ugye jelenleg ki is vezették a városiak számára. Szóval itt nem tudom, hogy mit próbál Orbán Viktor, tehát azon kívül, hogy 4 évnél tovább tudja várni a reményt, és azt mondja, hogy hát a Covid tehet arról, hogy itt a demográfiai számok romlottak, ez igaz. Mondjuk a kormány lépése is hozzájárultak, hogy a demográfiai számok a Covid alatt jobban romlottak, mint a európai átlag. Nem tudom, hogy mit próbál tenni. Én egyébként a munkaalapú társadalom, és azt sem most hirdette meg először a miniszterelnök, de ugorjunk egy témát. Margit Sziget 7 év után először a liberális baloldal is megrendezte a saját szellemi találkozóját, szászói találkozót. Mit láttatok ebből a találkozóból? Például nem mentek el az ellenzéki pártok vezetői. Ez például egy nagyon fontos különbség a Köccséhez képest. Ugye egy napon, egy időben tartották ezt a két találkozót, és most ne elevenítsük fel azt, hogy milyen viharos körülmények között szerveződött, hogy Markosházi Tivadar nyílt levélben üzente meg, hogy nem is tud erről az egészről, de sokkal fontosabb az, hogy míg ugye Köccsén tényleg mindenki, aki számít kormányoldalon, az igyekezett ott lenni, bár Lázár Jánost feltűnően nem láttam Köccsén, addig a Margit szigeten, hát gyakorlatilag, aki az ellenzéki oldalon számít, vagy szava van, Gyurcsány Ferenctől egészen Karácsony Gergelyig, feltűnően nem ment el. És Orbán Viktor sem volt ott, mint az első szászói találkozóban hozzáteszi. Ez meglepő fordulat lett volna. Egyébként Varga nem voltak Lázár János, meg Navracsi Tibor. És Varga Judit se láttam, pedig abban az az igazán meglepő, hogy Orbán Balázs utólag azt kommunikálta, hogy itt az Európa visszafoglalása, európai választásoknak a megnyerése az egyik legfontosabb én üzenet. Egy videón láttam Varga Juditot megérkezni közösségre. Igen, akkor meg még beszélt is talán egy pár foglalkozott is a sajtónak. Na, de ne a Köccséről beszéltek, újra visszatértünk, hanem Margit Sziget. Azt mondja Újhely István, hogy választani kell a NER és Európa között. Ez ennek a szászói találkozónak az üzenete, tehát a NER és az Európa között van a választás. Nem akarunk elugrani a Margit Szigeti téma elől, de valójában szerintem a mélyén tényleg erre érdemes koncentrálni, hogy az ellenzéki oldalnak nyilvánvalóan szüksége van ilyen összejövetelekre, kibeszélésekre, olyan fórumokra, ahol ki tudja fejteni a saját véleményét, de azért a súlyán kell ezeket kezelni, és ezt ugye az az Újhely István szervezte, aki már az MSZP-nek sem tagja, és a padsorokban feltűnt Mesterházi Attilát, aki szintén nem az MSZP tagja, Márki-Zay Péterig, aki Hódmezővásárhelyi polgármester, és most ő is egy új párt építésén dolgozik, tehát hogy gyakorlatilag olyan emberek jelentek meg olyan kijelentések hangoztak el, amelyek az ellenzéki politikát nem igazán fogják meghatározni. Talán ezért vagyunk kevésbé látos. A Marci azt mondja, hogy szívesen elugrik előle, akkor még bedobok egy másik témát. Kubatov Gábor interjúja az Indexnek adta. Azt mondja, hogy a magyar embereknek nagy arányú Fidesz győzelemre van szükségük. Az EP választásra gondol, de hát most mit mondhatna egyébként? Nyilván nagy arányú Fidesz győzelmet szeretne. De Karácsony Gergelyről és Budapestről is beszélt, ami talán az interjú egyik legérdekesebb része. Azt mondja, nem nagyon bírom a srácot. Budapestiként egyszerűen csak nehezen viselem az ilyen típusú fickókat a város élén. Demszky Gábornál is kártékonyabb, ennek oka pedig a lustaság, a teszetoszasság, a döntésképtelenség, semmit sem épített, és a többi, és a többi. És egyébként a Fidesz számára nyerhető Budapest, neki van legalább 8 jelöltje, aki le tudja győzni Karácsony Gergelyt. Az mindig szép, hogy most már Demszky Gábort is visszasírja Kubatov Gábor, majd lesz olyan, amikor Karácsony Gergelyt is esetleg visszasírja. Ennek az interjúnak talán az egyik legérdekesebb része viszont az volt, amikor
elmondta Kubatov Gábor, hogy ő nem szereti azt a fajta politikust, aki gesztusokat tesz a baloldal vagy az ellenzéki oldal felé, és ezt korábban ő nyilatkozta is, és én is úgy tudom, hogy ő a Fideszen belül azt képviseli, hogy egy olyan főpolgármester jelöltje legyen a pártnak, aki a fideszes szavazókat nagyon is tudja mozgósítani, nem egy ilyen emberarcú fideszes, aki gyakorlatilag a baloldalnak tesz gesztusokat. Ehhez képest érdekes, hogy ezt kinek üzente, azt nem volt hajlandó kimondani, és hogy ki lesz valójában a jelölt majd. Hát igen, meg hogy lehet-e tényleg egy Német Szilárddal nekiállni, bevenni Budapestet, és hogy abból a 8 emberből, akit ő mondott, hány olyan van, akinek egyébként az ilyenfajta emberarcúságát nem kedveli mondjuk a volt államtitkár Fűrjes Balázs vagy mások esetében. De itt ugye azt is mondtam Kubatov Gábor, hogy 8 lehetséges vagy alkalmas jelöltet lát, ami valójában egyébként lefordítva Fidesz nyelvről lesz magyar nyelvre, azt jelenti, hogy még nem nagyon tudják azt, hogy tényleg ki lehet a befutó, ki a legjobb jelölt, nincs egy ilyen automatikusan hozott döntés. Hát kasztingolnak egyébként, ugye ezen jókat szoktak derülni, hogyha éppen a baloldal csinálja, de amikor ők 8 névben gondolkodnak és bedobják, hogy akkor Németh Balázs esetleg, vagy Gyurta Dániel esetleg, és ezek a nevek ugye elhangzanak így úgy, tehát meg vannak futtatva bizonyos körökben, mi a reakció, hát az ugyanúgy castingnak tűnik, mint amikor a baloldal keres megfelelő embert. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.